Sziasztok! A következő percekben arról lesz szó, mire érdemes odafigyelni ahhoz, hogy a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi a lehető legjobban sikerüljön rögtön az elején elmondom, hogy itt csak a középszintű írásbeli érettségiről lesz szó, tehát aki emelt szintre készül, és vagy a szóbelivel kapcsolatban szeretne praktikus információkhoz jutni, az itt nem biztos, hogy talál magának hasznos információt, de az mindenképpen nézze meg ő is a videót, és iratkozzon fel, és az összes ilyen dolog. Na, mint az bizonyára tudjátok, ettől az évtől kezdve változik a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, és egyébként más tantágyból is vannak változások. Az, hogy én erről mit gondolok, az egy másik téma. Én nem tartom feltétlenül pozitívnek és, pozitívnak és diákbarátnak ezeket a változtatásokat, de függetlenül attól, hogy én vagy a kollégám mit gondolnak, most ezt az érettségit kell megírnotok, tehát ezzel fogunk foglalkozni. Először röviden tekintsük át, hogy milyen részekből áll a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalomból. Két, mint ez, ez már nyilván nem újdonság annak, aki érettségire készül, de hogy azért vegyük át röviden, tehát két feladatlapot kell megoldanatok. Az elsőre 90 perc áll a rendelkezésetekre, ebben van egyrészt egy szövegértési és nyelvi feladatsor, és itt új kitétel a nyelvi, ami azt jelenti, hogy nem csak a szövegértésről kell számot adni, tehát nem csak azt kérik számon a feladatok, hogy mennyire sikerült megértenetek a szöveget, kigyűjteni a szükséges információkat, hanem bizony leíró nyelvtani kérdések is előkerülhetnek. Tehát ez már egy nehezítés. Erre a feladatlapra, mint mondtam, 90 percetek lesz, és a szövegértésre 40 pontot kaphattok, és ezt követi majd a teljesen új elem, az irodalmi feladatlap, Erről nem sokára beszélünk egy picit részletesebben is, hogy mit lehet erről tudni. Erre az irodalmi feladatlapra 20 pontot lehet kapni, tehát az első egységre összesen 60 pontot kaphattok. A második feladatlap, amire 150 percetek lesz, ez a műértelmező szövegalkotás a névre keresztelt feladat. Itt két lehetőségetek van, vagy egy mű, vagy műrészlet értelmezése, tehát egy ott a feladatlabban szereplő vers, novella, esetleg egy hosszabb műből, mondjuk regényből, vagy drámából vett részletet kell elemeznetek, vagy pedig szintén új elemként megjelent a téma kifejtő eszé, mint választható, ha úgy tetszik, hosszú eszé feladat. Tehát erre a 150 perces feladatra lehet összesen 40 pontot kapni. Itt most a javítási útmutató részleteire nem térek ki, mert most arra szeretnék koncentrálni, hogy milyen taktikát érdemes alkalmazni egy ilyen helyzetben, amikor, amikor egy elég jelentős változás van az írásbeli érettségén, és hát azért olyan túl sok támpontot nem kaptunk ahhoz, hogy hogyan lehet erre készülni. Tehát a korábbiakhoz képest kikerül a gyakorlati szövegalkotás, illetve érvelés, mint választható feladat, ami azért fontos munkót jelentett sokaknak. Tehát összességében szerintem ki lehet jelenteni, hogy nehezebb lett a középszintű magyar nyelv és irodalom Írásbeli érettségi. Illetve szintén újdonság, pontosabban egy régebbi gyakorlatnak a visszatérése, hogy a helyesírásnak a mienségét azt tulajdonképpen pontlevonással értékeljük. Tehát ahelyett, hogy a minél jobb helyesírásra minél több pontot adnánk a százból, ahelyett a száz pontból vonunk le, annak függvényében, hogy mennyi helyesírási hiba van a dolgozatban, tehát az első és egyik nagyon fontos tanácsom, hogy az első betűtől az utolsóig nagyon figyeljetek oda a helyesírásra, mert a helyesírási hibákat a feladatlapok egészében pontoznunk kell, tehát nem csak a hosszú eszében, hanem a szövegértési feladatban és az irodalmi feladatlapban is, tehát helyesírásra tessék szíves lenni, odafigyelni nagyon. Na menjünk szépen végig egyesével. Beszéljünk először a... a Szövegértés feladatsorról. Itt az első nagyon komoly nehézség, amivel a saját tanári gyakorlatom tanulsági alap, tanulságai alapján sokan szembesültök, hogy nagyon sok olyan diák van sajnos, aki egyszerűen nincs hozzászokva, hogy egy két oldalas, sűrűn nyomtatott szöveget végigolvason. Tehát, hogyha nem vagy rutinos olvasó, ha nem része a hétköznapjaidnak, hogy mondjuk TikTok videók feliratainál hosszabb szövegeket olvassál és értelmezzél, akkor erre érdemes gyakorolni. Mert nagyon sokan már ott elvéreznek, hogy sok időbe telik egyszerűen végigolvasni az egész szöveget. Tehát, tehát olvas, olvassatok szövegeket, egybefüggő hosszabb szövegeket. És az is nagyon fontos jó tanácsom, ez is egy Tapasztalatom itt tanárként, hogy sokan esnek abba a hibába, hogy nem is olvassák el egybe az egész szöveget, hanem egyből rátérnek a kérdésekre, és akkor ilyen kurszavak alapján akarják ki. Keresni a választ, ami nagyon sokszor félrevezető lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy legalább egyszer, de inkább kétszer, sőt, ha gyorsan olvasol, akár háromszor, olvasd végig a teljes szöveget, mert sokszor nem egyszerűen csak egy információt kell kikeresni, hanem mondjuk a szöveg szerzőjének a hozzáállását kell megmondani, és ez nem biztos, hogy, hogy fel tudod térképezni egy egyszerűen adatkereső átfutó olvasás segítségével. Tehát tessék elolvasni a, a szöveget. Aztán nagyon fontos, általános jó tanács, hogy mindig azt csináld, amit a feladat kér. Tehát, ha idézni kell a szövegből, akkor idéz a szövegből. Arra figyelj oda, hogyha idézel a szövegből, akkor tegyél idézőjelet. Légy szíves, mert ha nem teszel idézőjelet, akkor hiába jó a válaszod, az központozási hibának fog számítani, és a helyes írási pontjaidat csökkenti. Aztán nagyon gyakori hiba lehetőség tulajdonképpen egy ilyen akna a szövegértési feladatsorban, hogy egy mondatot kell kiegészíteni, és a diák az ugyan a jó információt írja be, de nem toldalékolja úgy, hogy az illeszkedjen a mondatba, és ezért nem lehet elfogadni. Ez egy teljes agyrém egyébként, ami engem illetnek erről ez a véleményem, de akkor is javítókult szerint erre nem lehet megadni a pontot. Tehát, hogyha egy mondatot kell kiegészítened, akkor olvasd végig a kiegészített mondatot úgy, hogy a ragozás, a szám, a személy, igeidő, stb. stimmeljen, mert különben nem fogsz rá pontot kapni. És szintén az is fontos, hogyha viszont azt kérje a feladat, hogy a saját szavaiddal fogalmazd meg a választ, akkor ne vegyél ki mechanikusan idézetet a szövegből, hanem a saját szavaiddal írd le a kért információt. Ezekben egyébként nincsen változás a korábbi szövegért és feladatokhoz képest. Én mindig ezeket szoktam a diákjaimnak elmondani. Azt, hogy milyen nyelvtan kérdések lesznek, hát az egyelőre lutri, de valószínűleg egy nagyon basic mondatelemzési szófajtani és alaktani kérdésekre, tehát oldalékokkal, morfémákkal kapcsolatos kérdésekre lehet Számítani. Erős a gyanúm, hogy ez egy picit hasonló lesz, mint mondjuk a 9-be való, és tehát a 8-ból a 9 való központi felvételi feladatsoroknál én ilyesmire számítok. Na de szaladjunk tovább! Aztán következik a teljesen új elem, ez a bizonyos irodalmi feladatsor, amitől jó, ha tudod, hogy nem csak te vagy betolva, hanem jó, ha a tanárod is, hiszen eddig ilyesmivel csak az emelt szintű érettségén találkoztunk. És ugye nagyon elterjedt félelem az, hogy hújt, aztán bármi lehet. Ez, az, ez a félelem azért egy kicsit túlzó. Tehát ez egy új elem, szerintem egy nehezítés, egy jelentős nehezítés az érettségén, de azért, ha, ha végigmegyünk rajta logikusan, akkor az látszik, hogy egy csomó ilyan, olyan információ van itt, amit eddig is tudnod kellett ahhoz, hogy egy jó műértelmező vagy összehasonlító elemző eszét írjál, az a komoly nehezítés, hogy ezt nagyon konkrétan adatszerűen fogják rajtad számon kérni. Én próbáltam ezügyben tájékozódni olyan ismerőseimtől, akik esetleg tankönyvfejlesztésben is dolgoznak, és azt az információt kaptam, hogy azért ez az irodalmi feladatsor, ez a kötelező elemeken alapul, tehát azok a Tények, információk kerülnek ebben majd elő, amelyek egységesen kötelező elvárások. Ugye az érettségi vizsgakövetelményeket azt az OH honlapján megtalálhatod, majd ezeket be fogom, ezeket a információkat linkelni, illetve a memoritereket, illetően pedig a NAT, a Nemzeti Alaptanterv, az irányadó. Tehát az a lényeg, hogy, hogy azok fognak itt előkerülni, amelyek egységesen kötelezők. Tehát például, ahol egy szerzőtől választható az, hogy milyen olvasmányt dolgoztok fel, az jó esélyen nem fog ebben a feladatlabban előkerülni, hiszen azt, azt mindenkinek a saját tanára dönti el, hogy mit olvas, de amik cím szerint szerepelnek a kötelező olvasmányok között, ott lehet rá számítani, hogy előkerülnek ebben a feladatsorban. Tehát itt alapvetően milyen témakörökből várnak el információkat. Nyilván a fogalmak, az irodalomtörténet és irodalomelméleti fogalmak, műfajtan, stb. stilisztika, tehát a stílus, a, a korstílusok és a különböző stíluselemeknek az ismerete, szerzőkről, a kötelező szerzőkről alapvető életrajzi információk, művek ismerete és a kötelező memoriterek. Az, hogy mi a kötelező memoriter, ez is szabályozó van a Nemzeti Alaptantervben. Hoztam is erről egy diát, ez nem a saját diám, hanem fenyődégyő egy tanárúnak a diája. A Magyar Tanárok Egyesületének volt egy ilyen online fórum ezzel kapcsolatban, ennek az anyaga felkerült az Egyesület honlapjára, én is onnan vettem, tehát ezek fenyődégyő, fenyődégyő egy tanárúr által összeállított szlájd. Én csak kékkel kiemeltem azokat, amelyek egységesen kötelezőek tehát ezt nyugodtan kis képernyőfotózhatod, vagy valahogyan rögzítheted, hogy, hogy a memory terekkel kapcsolatban ezek azok, amik előkerülhetnek a rendelkezésre álló információk alapján előkerülhetnek ebben a bizonyos irodalmi feladatsorban. Hiszen ott, ahol pontosan nincs megadva, hogy mit kell könyv nélkül megtanulni, ott nem lehet egy egész országban ugyanaz számon kérni, hiszen mindenkinél változó, hogy mondjuk az Rényi második énekében melyik verszakot kellett megtanulnia. Jó, tehát ezek a, ezek a kötelező elemek. Aztán azt is lényeges tudatosítani, hogy a középszintű érettség vizsgakövetelménye, tehát az érettség vizsgakövetelményeknek a kötelező elemei, azok egy szűkebb követ jelentenek, mint a, mint a, NAT, vagyis a kerettantev. Így a magyar irodalomból minden kell, ami a nat benne van, tehát a magyar irodalomból nagyjából megegyezik a két követelményrendszer. Világirodalomból viszont nem kötelező elem a középkor, a reneszánsz, a felvilágosodás, a 20. század és a kortárs világirodalom ami nem jelenti azt, hogy szóbelin ezek ne kerülhetnének előválasztható tételként, de az írásbelin ezekre nem valószínű, hogy ezek előkerülnek, mondom, a rendelkezésre álló információk alapján. Igen, ahogyan már említettem, az elvált tudásterületek, az, hogy a különböző korstílusokkal tisztában legyetek, vagy stíluskorszakokkal, ezeknek a jellemző jegyeivel, a műnemeknél, műfajoknál, lássatok, tisztán ezzel a kapcsolatban egyébként nagyon tudom ajánlani a kifordított magyar óra csatornának a, videó. videóit. Csináltam direkt egy érettségi lejátszási listát, abban érdemes nézelődni, de például a műnemekről, műfajokról is van egy összefoglaló videó, ami próbál ezekben picit rendet rakni. Az alapvető verstani ismeretek, tehát az időmértékes verselés, illetve ütemhangsúlyos verselés fölismerése, a legalapvetőbb rímképleteknek az ismerete, amint mondtam, a kötelező memoriterek, és bizony-bizony, ami kötelező műként kerül elő, még ha nem is volt kötelező elolvasnatok, de tanultatok róla, ezeknek a tartalmával, cselekményével tisztában kell lenni. Illetve a költői eszközök fölismerése is elvárás, tehát a metafora, hasonlat, stb. Ezeket is uh, tudni kell erre az érettségre. Na most, ahogy mondtam, ez eddig is elvárás volt a középszintű érettségén, és hogyha valaki mondjuk Ötösre akart érettségizni magyarból, akkor ezeket kellett, hogy tudja, hiszen a, a műelemző eszére vagy a szóbeli feleletére is akkor kapott ötöst, ha ezekkel legalább nagy vonalakban, de inkább pontosan tisztában volt. Az a nehézség, hogy ezt itt tényleg egyrészt írásban, másrészt ilyen nagyon, nagyon exakt adatszerűséggel fogják számon kérni. Ettől mindenki egy kicsit meg van érezve, egyébként nem csak ti, mint ahogy mondtam. Aztán az oktatási hivatal nem siette el, de azért valamikor decemberben kiadott egy felkészülés segítő kiadványt. Hát bízom abban, hogy ezzel már mindannyian találkoztatok, és esetleg irodalom órán is használtatok, csináltatok belőle feladatokat. Az oktatási hivatal honlapján a tankönyv tankönyvkatalógusban ez egyébként teljes terjedelmében ingyenesen PDF-ben letölthető, majd ezt is belinkelem nektek. És ez... Ebben vannak szerintem elég jó rákészítő feladatok. Tehát, hogyha ezeket oldogatjátok, akkor nagyban elősegíthetitek. A, erre az irodalmi feladatsorra a felkészülést. Mi az, amihez még vissza lehet nyúlni? Hát nyilván, ha négy évig úgy nagyjából tojtál az egész magyar nyelv és irodalom tantágyra, akkor viszonylag kicsi az esély, hogy, hogy az elmulasztott, beletett munkát azt most hirtelenjében pótold, de azért, hogyha megvannak a korábbi füzeteid, és azokat mondjuk rendesen vezetted, tehát mondjuk jegyzeteltél órán, vagy legalább az összefoglalásokat jól leírtad, tehát ezekből érdemes szerintem készülni. Ha esetleg megőrizte hosszabb ideig a tanárod a témazárókat, egyébként egy évig kötelező, de van, aki megőrzi a tanulmányok végéig, esetleg lehet, hogyha azok jobban sikerültek, akkor érdemes ezeket kikérni, és ezeket megnézni, a témazárókat, mert tulajdonképpen ez az egész irodalmi sor olyan, mintha egy giga témazárót írnál minden tanult anyagból, ami kötelező követelmény az érettségén. Igen, és azért is fontos még ez a, ez a feladatgyűjtemény, mert ez a téma kifejtő eszével kapcsolatban is ad támpontokat, majd mindjárt erről is beszélek, hogy ez a téma kifejtő eszé, ez micsoda. Tehát ennyit a, az írásbelinak az első részéről, erről a bizonyos 90 perces részről, és most nézzük a második szakaszt, a 150 perces, ha úgy tetszik, hosszú eszé feladatot, ami kétféle lehet. Mint mondtam, az egyik lehet egy műértelmezés, egy műelemzés, amikor egy konkrét szövegben mélyülsz el, ami ott van benne a feladatlapban. Ez lehet, hogy nem egy egész szöveg lesz, lehet, hogy egy hosszabb szövegből vett részlet, ezt nem lehet tudni előre. Én azt szoktam mondani, elsőre nagyon sokan féltek a műelemzéstől, de aki mondjuk, akinek mondjuk nincs különösebb affinitása az irodalomhoz, nem nagyon rajong nem nagyon nagy az olvasottsága, annak mégis azt mondom, hogy a műelemzés a könnyebbik feladat, mert ott legalább a szöveg az ott van, amiből ki tud indulni. Tehát én azt javaslom annak, aki nem különösebben rutinos a magyar nyelv és irodalom hogy ha csak nem nagyon kínaiul van neki az elemzendő szöveg, akkor szerintem jobban jár a műelemzése, mert ott lesz az, elem, a, az elemzendő szöveg támpontnak. Na és a másik opció, ez a bizonyos téma kifejtő ami megint egy új elem. Eddig ilyen nem volt az írásbeli érettségén. Ez inkább azoknak javasolt, akik egy picit járatosabbak az irodalom, Ban. van egy, van egy, legalább, ha nincs is egy ilyen óriási műveltség, de legalább a tananyagot úgy többé-kevésbé elsajátították, többé-kevésbé azért elolvasták a kötelező műveket, tehát akinek nem teljesen szűz terület az irodalom történet, azok járnak jól ezzel a feladattal. Ehhez lehet szöveggyűjteményt használni, Ugye a négy évnyi szöveggyűjteményt azt lehet ebben a második vizsga vizsgaegységben használni, viszont arra is gondoljatok, hogy itt neked kell kikeresni a vonatkozó szövegeket, tehát én megint csak azt tudom mondani, hogy azoknak javaslom ezt a feladat feladattípust, akiknek van valamiféle jártassága az irodalom történetben, akik jól el igazodnak a szöveggyűjtemények között, és nem telik el 10 perc azzal, hogy rájöjjenek, hogy vajon a hányadik a szöveggyűjteményben kell, nem tudom, csokonait keresni, vagy nem egy ilyen mail a lapozgatással kezdik az eszéírást, hogy egyáltalán mit is vegyenek elő. Mindjárt beszélünk egy picit részletesen is erről a téma kifejtő eszéről. Itt el is hoztam nektek, ugye egy egy ilyen próba feladatot, vagy minta feladat kiadott az OH, a ha jól emlékszem, a tavalyi év során. Ezt se nagyon siették el, mindegy. Tehát, hogy hogy ebben a bizonyos próba vagy mint a feladat sorban a témakifejtő dolgozatnak az a, az ősz a témája, most nem olvasom fel itt a teljes feladatot, el tudod olvasni. Tehát itt például az ősz toposzát kellett um, vizsgálni, és itt is nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy pontosan olvasd el a feladatleírást, és pontosan azt csináld, amit a feladat kér. Mert vannak benne ilyen nagyon könnyen, um, hogy mondjam, nagyon, nagyon könnyen, um, vannak benne olyan csapdák, amikben nagyon könnyű belelépni, nem tudtam jól kinyögni ezt a mondatot. Itt például azt mondja, hogy ki az ősz értelmezések kétarcúságát, uh, ja igen, nem, úgy kérdezik a feladat, hogy mutassa be az ősz megjelenítésének sokszínűségét a magyar irodalomban. Tehát, hogyha nem olvasod figyelmesen a feladatot, és csak annyit látsz, hogy ősz, és mondjuk beugrik a szimbolizmusból, nem tudom, az őszi Sanzon, mert hogy az, az egy milyen jó hangulatú, milyen jó zenéjű vers, az például ide nem jó. Tehát itt például csak magyar óradalomból vett ö, szövegeket lehet értelmezni, vagy vagy ö, feldolgozni, és hiába remek vers az őszről, vellennek az őszi Sanzonja, az ide nem jó. Vagy például ott, van legalább két-három szabadon választott költeményt ö, használjál az érvelésedben, és ezt is be kell tartani, tehát hogyha csak, ha te csak egy versről beszélsz, az kevés. Ugye ha legalább két-három, ez az én értelmezésemben legalább kettő, de ha biztosra akarsz menni, akkor legyen inkább három, ennél többet viszont nem kell. Tehát amit a feladat kér, azt kell csinálni. És ugye arra is oda kell figyelni, hogy külön történelmi, vagy különböző korszakokból legyenek ezek a szövegek, tehát az nem jó, hogyha mondjuk két verset választasz a romantikából, vagy nem tudom, két 20. századi verset választasz mondjuk a, a meg az, a az őszi reggelit, meg az októberi táját választod, az nem jó, mert az egy korszakból van. De mondjuk itt hirtelen, ami előkerülhet ennél a konkrét feladatnál, nem tudom, Petőfitől a közelítőtél, vagy a szeptember végén, vagy a beszél a fákkal a bús őszi szél, aztán nem tudom, lehet egy jó kis aditól, egy héjanász az avaron én bocsánat, a közelítőtél az természetesen berzsenyi, nem petőfi, tehát a berzsenyi közelítőtél, ugye az klasszicizmus irodalma, akkor romantikából lehet mondjuk a szeptember végén, és akkor lehet mondjuk a, a, 20. századból, Adi, az adiféle szimbolizmusból, mondjuk a héjanász az avaron. Arra is érdemes odafigyelni, hogyha mondjuk egy ilyen feladatnál, ami mondjuk az őszt jelölni meg témaként, akkor nem biztos, hogy a címben megtalálod az ősz szót. Tehát, hogy, hogy ezért is mondom azt, hogy ez a feladat típus azoknak való, akik egy kicsit járatosabbak az irodalom történetben. Mert, ha mondjuk elolvasod a feladat feladatleírást kétszer, és nincs legalább egy olyan irodalmi mű, ami erről neked rögtön beugrik, akkor nem biztos, hogy ezt a feladatot érdemes választanod. Mert akkor so, túl sok idő fog azzal elmenni, hogy kitaláld, hogy egyáltalán milyen szövegeket um, vegyél elő. Optimális esetben. 12. év folyamon, hogyha volt rá idő, mód, lehetőség, faktos voltál, nem tudom, optimális esetben ezekre már gyúrtatok a tanárodat, tehát végigvettetek néhány toposzt, mint nem tudom, a gyermekkor, felnőttkor, az évszakok, nem tudom, az utazás. Tehát, hogyha, hogyha ezeket gyakoroltátok, és pont olyan mázlid van, hogy egy ilyen témát adnak, az érettségén, akkor az nagyon szuper, és akkor ezt remekül meg fogod tudni írni, de hogyha lövésed sincs az első pár percben, hogy na ide milyen irodalmi művet kéne hozni, akkor én azt mondom, hogy jobban jársz, ha inkább neki futsz a műelemzésnek, mert ott, ott, van a szöveg támpontnak. Hú, megint nagyon elszaladt az idő. De egyébként meg azt tudom mondani, hogy minden olyan jó tanács érvényesít, amit úgy általában az eszírásról szoktam mondani, meg amit, amit jó tanácsként el lehet mondani, tehát ami a jó eszéhez kell, az kell ide is. Tehát ebből a szempontból a téma kifejtő eszé sem bonyolultabb, mint bármilyen más eszé. Ugyanazokat a szabályokat be kell tartani. Például tagolni kell a szöveget, bevezetés, tárgyalás, befejezés, és itt nem attól lesz bevezetés a bevezetés, hogy egy kicsit beljebb kezdett, hanem ennek gondolati bevezetésnek is kell lenni. Tehát, hogy gondolatban tagold a szöveget, nagyon fontos, hogy maradj a témánál, hogy ne kalandozzál el, arról beszélj, amiről a feladat szól, a saját élmény vagy saját vélemény az jó, lehet, de csak akkor, ha kapcsolódik a konkrét témához. Nagyon fontos, hogy legyen logikus a gondolatmenet, tehát ezért fontos, hogy először vázlatot írj, hogy mi után mi következik, az egyes tematikus egységeket kapcsold össze, akár egy nagyon jó módszer a bevezetésben először röviden felvázolni, hogy miről fog szólni a dolgozatod. Az is nagyon fontos, ettől nagyon sokan meg vagytok ijedve, hogy hogy a csodába lehet 500 szót írni, akármiről is. Na most, hogyha rendesen összeszeded a gondolataidat, és azokat jól tagolod, és szépen világosan kifejted, akkor az az 500 szó az egyáltalán nem olyan sok egyébként. Tehát ez nagyon fontos, hogyha van egy gondolatod, akkor azt fejtsd ki, hogy mire gondolsz, viszont nem érdemes búlsítelni. Tehát nagyon sokan gondolják azt, hogy a rizsázásból megúszszák, most az a rossz hírem, hogy a magyar tanárod az nem hülye valószínűleg, tehát a, a, a búsítet és a rizsázást azt ő nem fogja érvényes szövegnek venni. Nagyon gyakori hiba, hogy ugyanazt a gondolatot leírja a vizsgázó háromszor pepitában, attól az még nem lesz egy új gondolat, és öm, nem fogsz rá magas pontszámot kapni. Nagyon-nagyon fontos, hogy az állításaidat támaszt alá, írjál érveket a szövegből, példákat. Az, hogy szerintem, az önmagában nem egy érv, mindig ezt szoktam mondani, hogy az szerintem az önmagában nem érv, hozzá rá példát a, a szövegből. Tehát mindig legyen világos, hogy mi alapján teszed az állításaidat. Nyilván elvárás az igényes nyelvhasználat, az is elvárás az ötös dolgozathoz, hogy a szakkifejezéseket használd. Ugyanakkor ezt is el szoktam mindig mondani, hogy csak akkor használj egy szakkifejezést, ha tuti biztos vagy annak a jelentésében, mert szerintem sokkal nagyobb hiba helytelenül használni, vagy így félrecsúszva használni egy szakkifejezést, mint mondjuk a saját szavaiddal leírni az adott dolgot. Tehát akkor használd a szakszavakat, ha tényleg biztosan biztos vagy a jelentésükben. És a másik ilyen gyakori hiba az, hogy sokszor túl tolják a lelkesedést a vizsgázók. Nem kell szeretni az adott szöveget, nem kell lelkesedni az adott szerzőjét, úgy tenni, mintha ha életed és halálod lenne az, hogy nem tudom, Belzsinyenek a közelítő tél című versét olvasod, nem attól lesz magas a pontszámod, hogy minden mondatban, szó szólsz a szövegről, és, és um, hihetetlenül lelkesedsz. Legyen, legyen um, arányos a szerkesztett, igényesen megfogalmazott szöveg, semmit nem kell túltolni, ja is legyen logikus, természetesen, és a feladatról szóljon. Na hát megint csak nagyon rohanva, de így is elég hosszú lett ez a videó. Ez az, amit erről az új érettségéről így hirtelen el tudok mondani. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, akkor egyrészt nézd meg még a többi érettségihez kapcsolódó lejátszási listán lévő videót is, mert biztos találsz benne hasznos tartalmakat illetve nagyon hálás leszek, a feliratkozol a csatornára. Ha esetleg konkrétan pénzt is szeretnél nekem küldeni, vagy a csatornát támogatni anyagilag, akkor ezt megtetted egyrészt a Patreonon, egy rendszeres adományjal, de hogyha csak alkalmilag támogatnád anyagilag a csatornát, akkor ezt is megtetted a YouTube-on egy szuper köszönet segítségével. Szerintem érettségig még találkozunk, az a tervem, hogy még csinálok legalább egy videót addig, de ha mégsem, akkor mindenkinek egy hatalmas kalappal kívánok az érettségére, és remélem, hogy jól fog sikerülni ez az új típusú magyar írásbeli. Sziasztok!